Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak az aszcendensben, akkor megtudhatják, milyenek a nyilas jegyű emberek. Kiderül, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Annak is utána jártunk, hogy ha nem tudjuk a pontos születési időnket, hogyan készülhet számunkra a horoszkóp. Hallás problémákkal fogunk foglalkozni, Mazák Katalin szépségápolási tippeket ad nekünk ma is, valamint Pár István elmondja nekünk, hogy mire számíthatunk, milyen babonák népszokások kötődnek az évezen időszakához. Tartsanak velem! Most azok figyeljenek, akik kíváncsiak arra, hogy milyenek a nyilas jegyű emberek, illetve akik tudni szeretnék, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. De ne felejtsük el soha, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Kos. Vegye figyelembe, hogy nem mindenki olyan gyorsan reagál, ahogyan ön szokott. Legyen kicsit türelmesebb, és az sem baj, ha így év végén ön is lelassul egy kicsit. Bika. Néha előbb számoljon el 40-ig, és csak azután válaszoljon olyan kérdésekre, amelyek felidegesítik. Minden éremnek van egy másik oldala is, így könnyen lehet, hogy a másik félnek is igaza van az ő szempontjából. Ikrek. Itt az ideje a nagy megvilágosodásnak, amit eddig természetes állandónak tartott az életében, csupán azért volt így, mert ön nem engedte elmenni. A változás jót fog tenni. Rák. Kedves, kellemes emberekkel találkozik a következő hetekben. Kár a negatívumokat keresgélni. Nyugalom, minden az, aminek látszik. Oroszlán. Vegyen ki pár nap szabadságot, vagy szervezze úgy az életét, hogy több szabad ideje legyen. Nagyon jót tenne önnek, ha csak a meleg szobában olvasgatna, filmeket nézegetne, relaxálna. Sokszorosan megtérül ez a semmit tevős pár nap. Szűz. Az a karácsony kicsit más, mint a többi volt. Más a lelki hozzáállása, másképpen értékel dolgokat. Próbáljon örülni annak, ami van, és ne azon morfondírozzon, ami nincs. Mérleg. Igazán mozgalmas időszak lesz ez önnek. Míg mások panaszkodnak, hogy megállt az élet, addig ön azt sem fogja tudni, merre induljon. Annyi dolga, illetve lehetősége lesz. Skorpió. Még némi kreativitást igényelnek a következő hetek, de nagyon jó úton jár, hogy hosszadalmasabb projekteket sikeresen alapozzon meg. Nyilas. Boldog szülinapot! Itt az ideje egy kis pihenésnek és a hosszabb távú tervek átgondolásának, rendszerezésének. Mindenhez jó az alap, de alapos tervre van szükség. Bak. Olyan új korszak előtt áll, ami nagy lehetőséget rejt karrier, munka és anyagiak terén. Ne habozzon, merjen váltani. Vízöntő. Sokan hiszik, hogy ön végtelenül türelmes. Sajnos tévednek, és bizonyos személyekkel kapcsolatban pont most az ünnepek környékén veszti el végleg a türelmét. Halak. Nagy változások történtek az elmúlt hónapokban, hetekben. Már felszusszanhat, a nagyobb nehézségeken már túl van. Azért sok ideje nem lesz pihenni, mert új feladatok várják. A nyilas nem véletlen, hogy a hagyomány szerint a magyar nemzet a nyilasok közé, nyilas jegyébe tartozik. Ugye a sírva vigadás. A nyilas egy könnyed, vidám, de nagyon érdeklődő, nagyon okos típus. Imád utazni fizikailag és szellemileg is, tehát tanul is. Kitűnő jogászok lehetnek belőlük. Evel nem azt mondom, hogy a törvényt a legjobban betartják, sőt éppen ellenkezőleg. Tudják, hogy a paragrafuson azért van a két lyuk, hogy az egyiken be, akkor a másikon ki. Ők ismerik a legjobban a kiskapukat is. De azért amíg nem sérti az érdekeiket, addig betartják és betartatják a törvényt. Rengeteg jogász és ügyvéd kerül ki belőlük, és az ügyvédekről tudjuk, hogy az ügyet védik, és nem a törvényt, meg a jogot. Mit tehetünk akkor, ha nem tudjuk, hogy mikor is születtünk pontosan? Bár ott voltunk a születésünknél, de hát nem biztos, hogy akkor feljegyezték egész pontosan óra-percre, hogy mikor születtünk. Mi van ilyenkor? Készülhet-e számunkra személyes horoszkóp, vagy le kell erről mondanunk?
hogy mit lehet kezdeni, ha valaki nem tudja a születési óráját, percét, el kell küldeni az illetőt. Na, természetesen én itt az emberi normák és a tisztesség, az udvariasság keretein belül gondolom, vagyis azt szoktam mondani, ha valaki így fordul hozzám, hogy tisztességes asztrológus ezt így nem vállalja. És akkor elmondom, tessék elképzelni, azon a napon hány ember született. Az a sok-sok ember nagyon sok mindenben hasonlít egymásra. De a néhány perc eltérés különbség adja azokat az óriási különbségeket, jellembeli eltéréseket, sors, utak más irányultságát, ami lényeges, tehát nem lehet így, azt lehet. Hogyha valaki egy óra eltéréssel, vagy legfeljebb kettő, azt mondja, hogy délután 2 és 4 között úgy emlékszik az egész család, de hogy az 2:45 volt, vagy 3:44, nem, ezzel már nincs probléma. Ott van egy szűkebb időhatár, amit úgy tudok utána, aminek úgy tudok utána járni, hogyha megtörtént események, dátumait bekérem, sorsdöntőket, olyanokat, mint házasságkötés, gyermekek neme születési ideje, Isten adja, szülők halála, jelentős költözés. Azért a jelentősre gondolok, mert aki életében 2-3 évenként lakást, várost, falut cserél, az, annak ez nem korrigálja a születésidet. Tehát be lehet pontosítani, ha a múltat mutatja jól a horoszkóp, bízom benne, hogy a jövő tekintetében már csak az emberi hiba, az én tévedéseim jöhetnek szóba, mint hiba lehetőségek. Sajnos életkorunk előre haladtával hallásunk is romolhat, illetve rásegíthetünk erre a romlásra még azzal is, hogyha nagyon gyakran hallgatunk hangos zenét fülhallgatóval. Mit tehetünk akkor, ha észreveszünk, hogy romlik a hallásunk? A nagyot hallásról mit kell tudnunk, hogyan alakul ki, milyen típusai vannak, és mi az, amikor tényleg nagyon meg kell ijednünk? A nagyot hallásnak több típusa is van. Ugye van a veleszületett sikettség, van a veleszületett halláscsökkenés. Alapvetően minden gyereket, aki megszületik az újszülött osztályon, szűrnek, és úgy kerülnek hozzánk, hogyha ott valami hibát észlelnek, akkor természetesen mi tovább vizsgáljuk, és kezeljük ezeket a gyerekeket. Természetesen nagyobb korban komolyabb gyulladás okozta halláscsökkenés kialakulhat. Hogyha valakinek krónikus fülfolyamata van, akkor nyilvánvalóan a krónikus gyulladás miatt olyan méreganyagok szabadulnak fel, ami miatt halláscsökkenés, valamilyen mértékű halláscsökkenés alakulhat ki. Vannak olyan esetek, amikor vagy vírusfertőzés, vagy keringési rendellenesség miatt hirtelen alakul ki egy halláscsökkenés, és természetesen van az időskori nagyot hallás, a kor előre haladtával ugye minden romlik, romlik a fülünk is, és hát nem mellékes, hogy ki mennyi zajártalmat szenved el az élete során, akik zajban dolgoznak, és nincs zajvédőjük, azok előbb-utóbb valamilyen károsodást szenvednek, és sajnos 20-30 év alatt fog kialakulni az a típusú halláscsökkenés, amit például már csak hallókészülékkel lehet javítani. Sokat szittuk korábban, meg mostanában is a fülhallgatókat, amikor a gyerekek úgy hallgatják a zenét. Ez valóban káros? Igen, valóban káros. Minél több felmérést csinálunk, annál inkább bebizonyosodik, hogy közvetlenül éri, tehát közvetlenül a dobhártyájukat egy nagyon hangos, nagyon intenzív zaj éri, ugyanis ők természetesen hangosan szeretik hallgatni a zenét. Hát a rock az természetesen úgy jó, csak ez hosszú távon nem kifizetődő. Mind a két típusú fülhallgató, tehát ami bemegy a hallójárat, jól mondom? Igen. Illetve van a másik, ami csak így a fülkagylóra tesznek rá. Mind a kettő? Fülkagylóra rátesznek, az annyiból jobb, ha lehet ilyet mondani, hogy magát a hallójáratot nem irritálja. Tehát kevésbé alakul ki hallójárat gyulladás, de gyakorlatilag a hang intenzitása miatt ugyanazt a zajkárosodást fogja csinálni hosszú távon. Ha észrevesszük, hogy nem a régi a hallásunk, akkor mit tehetünk? Fülorgégészeti alapvizsgálatra kell bejelentkezni. Hogyha semmilyen akut gyulladást nem látunk, akkor természetesen
egy hallásvizsgálatot fogunk csinálni, és a hallásvizsgálat, tehát a halláscsökkenés típusa alapján, attól függően, hogy idegi vagy vezetéses típusú, mi el fogjuk dönteni, hogy mi a teendő. Hogyha idegi típusú, akkor ugye nem lehet segíteni a dolgon, tehát nem a vezető halócsont láncolattal vagy a középfüllel van ott probléma, hanem a belső füllel, illetve az azutáni idegpályákkal, azt már csak hallókészülékkel lehet korrigálni. A hallókészülék sok a krémálma. Sokan idegenkednek tőle, hiszen csúnya, nagy, mégsem hal vele jól. Ugye, ha még fiatalabb, akkor cikizik miatta. Én azt láttam, jártamban, keltemben, hogy azért elég sokat változott már a dizájnja is. Egyébként hogyan segít a hallókészülék? A hallókészülék segít felerősíteni azokat a hangokat, amiket ugye a hallócsontláncolat igazándiból nem tud jól átvinni. De ma már olyan készülékek vannak, amelyek gyakorlatilag nem is látszanak, a bőr színnek megfelelő tónusú műanyagból készülnek, a fül mögé helyezhetők. Tehát van olyan, ami ékszernek van álcázva, tehát egy klipsznek van álcázva. Ennél jobban már nem lehet elrejteni a hallókészüléket. És hát úgy gondolom, hogy aki például szemüveges, pontosan tudja, hogy mennyire rossz szemüveg nélkül, és egyáltalán nem ciki manapság szemüveget hordani. Nyilván nem kisiskolásokról beszélek, hanem felnőtt emberekről, vagy egy támbot, hogyha fáj az ember lába és húzza. Semmivel nem különb, és semmivel nem rosszabb, és semmivel nem cikibb egy hallókészülék, ami óriási segítséget jelenthet a mindennapokban, mert információt veszít az, aki nem hall. Ugye valaki hallókészüléket szeretne, mert szüksége van rá. Ugye vannak kifejezetten erre szakosodott üzletek, elég, ha oda megy, vagy ott már kérik, hogy fülorgégészeti valamilyen vizsgálati eredményt vigyen. Nem tudom, nem ismerem mindegyik szaküzletet, de ezt törvény írja elő, hogy fülorgégészeti alapvizsgálat szükséges, mielőtt bárkinek hallókészüléket felírnak. Tehát azokban az üzletekben feltételezem, muszáj, hogy legyen fülorgégész szakorvos, és nem csak a hallásvizsgálatot végzik el, hanem egy fülorgégész szakorvos megvizsgálja, és majd ő fogja a megfelelő hallókészüléket kiírni. Tehát fülorgégészeti vizsgálat nélkül nem lehet senkinek sem hallókészüléke. Mi van akkor, ha megkapjuk a hallókészüléket, és valamiért mégsem hallunk rendesen? Vagy rosszul van beállítva, de akkor az adott helyre vissza kell menni, és ott manipulálni fognak vele, vagy lemerült az eleme, akkor ki kell cserélni. Minden helyen van próbahordás. Nem minden hallás csökkenésre lehet hallókészülékkel javítást elérni, viszont azt meg is szoktuk mondani. Tehát, hogyha nem jó, nem tetszik a betegnek, nem hal vele jobban, akkor természetesen nem kell megvenni. Tehát senkire nem súzzák rá a hallókészüléket, hogyha tetszik, jó, használható, és néhány hónap múlva valami gigszer van, akkor egyszerűen vissza kell vinni, mert meghibásodott a készülék, vagy éppen nincsen jól beállítva, és akkor ezeken a dolgokkal lehet segíteni, de hogyha alapvetően a hallókészülék nem javít, és nem tetszik a betegnek, akkor nem kell megvenni. Ahogy megszokhatták, most is jön Mazák Katalin a szépségápolási tanácsaival. A mai kezeléshez látom bőven szét lehet nézni a kamrában. Miket szedünk össze, és mire fogjuk használni? Zsíros bőröknek készítettem egy táplálókezelést, és hát a kezelőkészítésnél már használjuk a sót, radírként. Ennél egy a lényeg, hogy nagyon finom szemű só legyen, és nem kell túlzottan dörgölni, hiszen az arcbőréről beszélünk, tehát azért óvatosan a dörzsöléssel. Finoman, könnyű mozdulatokkal, körkörös íveket leírva szépen átradírozzuk a bőrfelületet, egy letisztítást követően természetesen, és utána az összeállított pakolást, ami tartalmaz avokádót, tojásnak a fehérjét, illetve túrót, azt összedolgozzuk, összeállítjuk, és ezt követően felvisszük az előkészített bőrre. Mennyi időt kell rá várni? Hát egy 25-30 percet érdemes fent hagyni ezt a pakolást, már csak azért is, hogy a tejtermékeknek a tejsav tartalma is jó, aki tudja fejteni a hatását, egy picit felpuhítja a hámot,
illetve az avokádónak magas a zsírolaj tartalma, és az is ki tudja fejteni a hatását, nagyon finoman megpuhítja a bőrt, lágyább, ásonyossá fogja tenni ez a pakolásunk, anélkül, hogy elzsírosítaná vagy túlzsírosítaná a felületet. És tonizáláshoz narancsvirág vizet használok, ami nagyon kellemes illatra is, tehát ott az aromaterápiás hatását is ki tudom használni, azon kívül nagyon jól tonizálja, frissíti a zsíros bőröket is. Ilyen narancsvirágvizet hol lehet beszerezni? Minden hozzátevő könnyen hozzáférhető, egyrészt bármelyik üzletben. A narancsvirágvíz egy kicsit speciálisabb, azt viszont minden bioboltban tartanak, úgyhogy ott érdemes keresgélni őket. A zsíros bőrön kívül másnak nem ajánljuk ezt a kezelést? Egy kicsit módosítva, hogyha magasabb zsírtartalmú tejtermékekre váltunk, illetve a tojás fehérjét sárgájára cserélem ki, akkor már száraz bőrökre is jó lehet ez a keverék. Milyen jó trükk? Mindig ahhoz kell igazítanunk, tehát alapvetően a hozzátevőknek a zsírtartalmát, ha változtatom, ez hogyha tejtermékekkel keverem össze az alapmaszkot, akkor magasabb zsír százalékú tejtermékekkel kavarva száraz bőröknél lesz jótékony hatású, minél kevesebb zsírtartalmú készítményeket választva a zsíros, és a köztes állapotnál pedig a normál bőröknél tudjuk felhasználni. Milyen gyakran lehet ismételni ezt? Akár 2-3 naponta is, illetve érezzük a bőrünk állagán, hogyha nagyon érdesnek, megviseltnek, fáradtnak tűnik a bőr, akkor nyugodtan hozzányúlhatunk ezen pakolásunkhoz. Természetesen, mint minden házi praktikánál, házi szernél, csak és kizárólag frissen használjuk fel az elkészített pakolásokat, tehát nem tároljuk a megmaradt részeket, illetve természetesen arra mindig figyelni kell, hogy az összetevőkkel szemben ne legyen allergiája annak, akire szeretnénk használni az adott pakolást vagy egyéb készítményt. Dr. Pál István mindig elmondja nekünk, hogy nagyanyáink, dédanyáink milyen népszokásokat, babonákat tartottak be. December azért ebben igencsak bővelkedni fog, próbáljuk összesűríteni, figyeljük akkor, mit is mond nekünk. Eljött az év talán legizgalmasabb és népszokásokkal leginkább tarkított időszaka. Mondhatnánk, hogy nagyon-nagyon elfoglalt ilyenkor az ember, hogy mindent betartson. Mikre is kell figyelnünk? Mik vannak ilyenkor? Itt vannak a különböző jóslásoknak az ideje is, hiszen nem sokára már lucanap lesz. Borbála egyébként részleges dologtiltónap is, a nők ilyenkor nem fonhatnak, mert úgy tartják, hogy Borbála bedobja az orsót az ablakon, és rátekeredik a marháknak a lábára, és azok megsántulnak, de ugyanakkor a férfiak sem fejthetik ilyenkor a bort. Azt nem tudom, hogy miért, de valószínű azért, hogy megsavanyodik, illetve nem lesz fogyasztható. Tehát ennyit a Borbáláról, ami még nagyon kapcsolódik ahhoz a népszokáshoz, amit egyébként lucakor vagy később is alkalmaznak a tél elején, hogy különböző ágakat hajtatnak ki vízben. Borbála ennek a legjelentősebb és a legelső időszaka, mert úgy tartják, hogy ezzel az évnek az időjárására lehet majd következtetni. Ezt a borbála ágat belerakják egy üvegbe, felrakják a vízzel telt üveget, és amiben beleállították az ágat a kemence tetejére, és ha az alsó harmada hajt ki először, vagy virágzik ki először, akkor az évnek az első időszaka napos, tehát kedvező lesz az időjárás szempontjából. Ha az ág középső részén virágzik ki leghamarabb, akkor az év középső időszaka lesz kedvező a termés szempontjából. Ha a legfelső részén hajt ki, ez magától értetődik, akkor az év utolsó időszaka lesz a parasztság számára a legkedvezőbb. A következő jelentősebb dátum a hónap közepéhez érkezve december 13-a Luca napja. Luca érdekes módon 1582-ig, a naptárreformig, a Gergely naptár bevezetéséig téli napforduló időpontja volt. Ez a leghosszabb éjszakája az évnek és a legrövidebb napja, ami, mint minden napforduló,
a boszorkányságnak igen kedvező időszakot jelent. Ilyenkor szabadon topzódhatnak, hiszen leghosszabb ideig lehetnek a boszorkányok, éjszakai, végezhetik az éjszakai tevékenységüket. Ilyenkor kezdik a lucaszéknek a gyártását, főleg a katolikus vidékeken, bár reformátusok is, van olyan vidék, ahol reformátusok is csináltak lucaszéket, csak ők nem az éjféli misén és nem a boszorkányok ellen, hanem a bővebb termésnek a biztosítása érdekében csinálták ezt a széket. Ennek különböző fortéjai vannak, hogy kell előállítani, hány, 9 vagy 12-13 féle fából, minden nap valami keveset készíteni belőle, hogy pontosan az éjféli mise idejére készüljön el, és ha ezt valaki magával viszi, és rááll, vagy ráül a templomban a misén, akkor meglátjuk, kik azok a boszorkányok, akik egyébként rejtőzködve élnek, mert azoknak általában a fejükön nagy szarv és tollas fejdísz van. Egyébként ez a visszautal a kereszténység előtti sámán hitre, hiszen a sámánok is ilyen formában jelentek meg a közösség előtt. Félrehajtják a fejüket, hogy beférjenek a templomajtón, de általában észre szokták venni azokat, akik kilesték a titkukat, és hogy ki ne fecsegjék, meg akarják semmisíteni, meg akarják ölni. De ennek úgy lehet elejét venni, hogyha fut haza az illető, viszi magával a széket, olyan keresztútron áll meg, ami egyébként körbehúzza maga körül egy kört, ami nem tudnak áthatolni a boszorkányok. Egyébként mindenféle apró magvat, mákot, babot kell maguk után dobálni, mert addig nem tudják elérni az illetőt, amíg ezt össze nem szedik. A luca egyébként a lux fény, tűz értelmezésű latin szóból, jelentésű latin szóból származik. Nem véletlen az sem, hogy tűzkört szoktak azok maguk köré vonni, akik meg akarják óvni magukat a boszorkányság, az ártó gonosz szellemektől, szellemek ellen, mert azok nem tudnak áthatolni ezen a fényen, hiszen a fény maga elűzi a rontó, ártó szándékú egyéneket. Ha tovább megyünk a nem kevés decemberi babonasság, szokás, dramatikus népszokások sorában, akkor a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus születésének a ünnepe, ez a karácsony. Annak az előestéje az ádámi évanap, amikor ugye a karácsony viliáján készülünk arra, hogy a család összegyűjjön, megemlékezzen a Jézus születéséről, meg a család egyéb tagjairól. Ez alkalom arra, hogy mindenki ünnepi ételt fogyasszon, ünnepi asztalt készítsen, ünnepi terítővel terítsen az asztalt, az asztal alatt készítsen az állatainak olyan almot szalmából, ételt tegyen az asztal alá, ami az állatoknak szól, szénából, aminek az a jelentősége, hogy a karácsony szentsége ezeknek a rész tevékenységeknek értelmet ad, hiszen a karácsonyi étel maradékával etetik meg a különböző állatokat, mindegyiknek adnak belőle, hogy egészségesek legyenek. Felállítják mostanság a karácsonyfát, a fenyőfát. Ennek megint van egy ilyen gonoszűző jelentősége, hiszen a hideg télben, a havas tájban annak ellenálló zöld növény, ez a fenyőfa vagy a egyéb más borókának az ága, amit például Székelyföldön fenyőfa helyett vagy fenyőfa gyanán szoktak állítani, ez távol tartja a gonoszokat. Ugyanúgy, amit már említettem, a fény is, ami e köré fonódik, ez a gyertyának a fénye, szintén a gonoszoknak az elhárítását szolgálja. Különböző dramatikus népszokások, például a Betlehem járás vagy a regölés kapcsolódik még a karácsonyi ünnepkörhöz, ami megint visszautalhat a magyarság kereszténység előtti létére, idejére. December vége, apró szentek napja. Itt azokról a szentekről van szó, akik nem fértek név szerint a naptárba, és egy gyűjtő megemlékező napot neveztek ki részükre.
Ez szorosan kapcsolódik a szilveszter, illetve új évnapjához, hiszen itt is az elmúlás, az újnak a születése jelenik meg. Az, hogy énekkel, bállal, tánccal, kiabálással, kolompolással, kinek milyen ingerenciája van, ünnepeljük meg az év utolsó napját, ez mind azt jelképezi, hogy el kell űzni a régit, a lejártat, a kiszolgált évet, és köszönteni egy új esztendőt, ami már az új évre vonatkozóan, egybefüggően egyik a másikával a népnek, akár paraszti, akár városi sorban élnek, olyan fontos dolog, amit mindenki megünnepel. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom önöket is legközelebb itt a Kölcsey Televízió Ascendens című műsorában. Boldog karácsonyt kívánok önöknek, és nagyon-nagyon sikeres új évet. A viszontlátásra!